Na, hello, sziasztok srácok, üdv mindenkinek. Hát mai napon egy szeretnék elmondani, illetve megmutatni nektek valamit itt a tegnapi nap folyamán küldték nekem este. Hát igazából nem nincs semmiről dolog, csak annyi, hogy ez Green Christian, ugye én őt ismerem egy ideje, mert meg is kapta tőlem adó a privát módpakot, de hát szeretnék neki ennek a kedves Christiannak. Tehát, hogy ok nélkül ugye belém állt, pedig beszélgettünk, úgymond barátok voltunk, stb. Stb. Belém állt, de ezeket mindjárt megmutatom nektek. Belém állt, ugye, ez egy kedves streamernél történt, aki úgy szintén megkapott tőlem annak idején mindent, amit a fiúk csináltak, illetve batapali hangokat, stb. Stb. Nagyon-nagyon-nagyon sok videót készített velük, töltött fel nektek, stb. 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 Ugye nekünk köszönhetően, nem nekem köszönhetően, úgy alapvetően mindannyiunknak köszönhetően, ugye beszéltünk itt Sárközi Petyáról, Batapaliról, Balázsról, és sorolhatnám még a modderek nevét, akik ugye közrejátszottak ezeknek a módoknak az elkészítésében. Na de térjünk a lényegre, ugye itt megkaptam tőle, ez a stream alatt történt tegnap, de itt ki is rakták ide a beszélgetőbe nekem. Ugye itt már megint a felszopás megy, amit én nem gondoltam volna, hogy egy ilyen egy felszopó ember, de mindegy. Én tudom a választ, Buri, egy idióta csicska 10 év lesz az összes Ebel papika, meg a többi óvodás. Óvodás, 10 éves nincs, 14, 15, 16, 18 évesek vannak nálam, ugye, meg felnőttek, de mindegy, lényegtelen. Hagyjátok már ezeket a VIP pakkokat kaptam, mindent Emel papitól, az összes hibás volt, egy értelmes módot nem tudnak összerakni, csak lopni és gányolni. Rajtuk röhög mindenki, csak nem veszik észre. Na szóval, hát ugye tudjátok, beindult a TikTok csatornám, ugye az is eléggé úgy néz ki, hogy 3 hét alatt elértem 500 követőt, egy olyan 8 live-ot csinálhattam, 6-ot. Ugye elég sokan szeretitek a gépeket, amikkel játszunk, illetve meg szoktuk nektek mutatni. A lopásról szeretnék csak annyit ehhez a dologhoz hozzáfűzni, hogy a lopás az egy osztott traktor alap, az nem számít lopásnak, amire épített annó ugye Sárközi Petya, vagy akármelyik srácunk. Ugye itt majd mindjárt rá fogunk térni, mert elmegyünk, mert megnézzük a most elkészült módokat, például amit Beli készített, hogy mennyire hibásak, illetve mennyire lopottak az ötletek, illetve hogy láttatok-e már ilyen gépeket, ugye, de már bemutattam ezt nektek, de visszatérünk még egyszer erre, mert látom, hogy ennek az embernek is 44 évesen a szemét kicsúrja az, meg fáj neki az, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg csinálnak emberek, és hogy ő ehhez nem jut hozzá, és ez fájdalmas. Na szóval, ezt mindjárt megnézzük. Az összes mód hibás volt, erre figyeljétek, majd mindjárt megmutatom a Messengeren írt üzenetét, hogy mennyire odáig volt a módoké, de a miénk szar. Tehát itt már szarok vagyunk, hogy mi okból van ez, nem tudom, hogy mi okból talált meg, de kedves Krisztián, én fogok neked most, visszaválaszolom, ember, én ezt nem szeretem, te katona voltál, egy katona nem viselkedik így, a faszt felszopod, érted? A faszt teljes torokkal felszopod. Egy undorító geci ember vagy. Ezt most így szögezzük le. Nem ártottam neked, nem tettem neked rosszat, nem tudom miért csinálod ezt, de ha nem tetszik, öcskös, akkor szobd le magadat, ezt így nyíltan megmondom, ezt telibe szarom hány éves vagy, telibe szarom azt, hogy ki vagy, bazd meg, ez egy mocskos munka, amit itt, egy felszopásért itt, hogy leszophass gulit, meg a streamert, akinél vagy, ezt csinálod. Nem baj, köcső. Nem baj. Most ezért is rátromfolok, és megmutatom azokat a szutykos hibás módoknak a lógiát, jó? Hogy a te szutykos hazugságodat bebizonyítsam, és azokat a gyerekeket, akiket leszólsz, bebizonyítsam azt, hogy azok azért nem annyira szar emberek, meg nem olyan rossz emberek, mint ahogy te itt leírod, gusztustalanul, na és látod, ez a gyerekes viselkedés, na ez gyerekes viselkedés, öcskös. Az, hogy én most visszaválaszolok neked, tudod mi ez? Ez csak egy tróf, meg az, hogy te megpróbáltad lejáratni a srácokat mások előtt, ezzel most szépen bebizonyítom, hogy egy büdös oltári nagy csicska vagy. Jó? Tehát ez a videó azért készült el. Most srácok, de ezt így most
szabad szája, tudjátok, hogy milyen vagyok. Én elmondom, meg én nekem nincs kitől tartanom, meg én nem a pénzért csinálom, meg stb. 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 Meg nekem nem kell promózni a videóimat, hogy megnézzétek. Mert még sorolhatnám az ilyen problémákat, amik bennem vannak, de nem tényleg. Ja. Na szóval, gányolnak. Előfordul, igaz, tény és való, mert sokat gányolunk. Lopunk. Na nézzük, Tóth Vivian. Nézzük, Ádám Laci. Hú, mik voltak még? A Dutra első hidas 52-es, akkor a Koddász Gabi, fú, még nem is tudom, még van egy pár ilyen neves traktor, amiket honnan loptuk? Volt 19-ben? Volt 17-ben? Nem, a mi kis agyunk adta ki, és valósítottuk meg. Hozzáteszem, nem mindig sikerült tökéletesre, mert Petya se egy überállás, vagy hogy mondjam nektek, nem überállás, hanem hogy egy tökéletes ember, Balázs egy tökéletes ember, Beri se egy tökéletes ember, mert még a 36. modell se tökéletes, van, amit meg lehet csinálni tökéletesre, nagyon-nagyon sok idővel, de azok a módok ugye átlagosan bóthából ladolnak, ami oké. Lopunk és gányolunk. Tehát, igen, ezek az egyedi ötletek, amiket a te kedves streamernél, akinél voltál, és beírtad, és ő ezt hagyta, aki hagyta ezt, ugye, Apak Rossznál voltál, ugye, ez onnan lett kifotózva, hogy ott is lejáras, mert sok a közös nézők, amit nem értek, hogy miért jársz le. Na most ezért én megmutatom ezeknek a kedves nézőknek, hogy ott te, amit akkor leírtál, az mekkora egy büdös nagy hazugság. Jó, haverom, leírjuk nekik, meg megmutatjuk nekik ezeket a dolgokat. Már csak azért, hogy kiálljak a srácok mellett, a modderek mellett, akik itt vannak mellettem, illetve ugye az egyedi hangokat is, amivel nagyon-nagyon sok videót csinált nektek, Hapha, illetve a John Deere-ok, a stb. Stb. Ezek mind rokonban, persze, amit a Reltől kaptuk, loptuk. A hangokat loptuk Batapalitól. Azt is elmondom, hogy most is kaptam hangokat Batapalitól, kapott a csapat, de kikötötte Sárközi Péter, Hapha Cross, stb. Senki nem kaphatja meg. Mondtam, rendben. Oké. És nem is adom oda senkinek. Ezt is így tisztázzuk le. Tehát, hogy ezek is lopások voltak. És rajtuk röhög mindenki. Hát rajtuk nevethet mindenki, de a módjainké mégis leszoknának, meg nem mutatom meg a privát üzenetet, esetleg majd kivágom, de nem fogok vele foglalkozni. Van, aki 200 000 forintot kínált a módpakké, ezt mondták, hogy megy be az anyám. Tehát csak mondom. Tehát, hogy nem nagy képűségből, nem, semmi ilyesmi, csak hogy ha már annyira mi, lopuk, csaluk és röhögnek rajtuk, de azért a pénzt adnának a módpakkért. Na, például itt van, megyünk is rá, itt van a beszélgetés. Ez még 2023. 16-án, amikor még bejárt ide hozzánk, semmi probléma nem volt, én össze nem vesztem vele. Szia Miki, köszi a két kombány megosztását, faszák lettek, főleg a 106-ot, és tudod, hogy a kedvencem. A pótokat meg az ásóboronákat is megosztott később. Erre megadtam neki a módpakokat, mondom, ott van, föld, tőzs le, használ egészséggel, én egy jó srácnak ismertem meg, tényleg beszélgettünk, mindent, ennyi. Ezek most egy régebbi beszélgetés, van még fölött egy csomó. Jó játékot hozzá, és senkinek ne add oda. Jaj, köszönöm szépen, de hogy adom. Írtam neki, na, milyen a cucc, faszák, még nem értem a végére. Akkor írt, hogy boldog születésére. Jó, itt még 11-kor, 23-án, 11:25-kor írt nekem, szia Miki, esetleg nem vagyok pofátlan, elkérhetném az FSH V6-ot, amire azt mondta, hogy nagyon szar, meg egy fos. Tudom, hogy még szépítgítitek, de esetleg, ha találok rajta valamit, szólok. Többször többet lát, persze, csak ha nem volt. Csáó, ki van csomagolva, nem csomagolom vissza, meg a növényzet nincs kész, utána tudok küldeni egy verziót. Oké, és rendben, köszönöm. Tehát itt én már akkor hallottam vissza dolgokat, itt már direkt tereltem a dolgokat. Szia, remélem ezt a képkedős dolgot a live-ba mondtál, nem rám gondoltál, nem másra. Jó van, mert mondom, ha így véleked szólom, akkor inkább ne is küldj semmit. Privát módot tudom, én csak játéknak tekintem, nem akarok belefolyni semmilyen módos vitánkba. Itt van, nem akar semmilyen módos vitánkba belefolyni, azt már ott van a streamernél meg szív minket. Vág, ezt nem rólad volt szó. Másról én szokat nekünk tesztelni, csak most furán. Ura, minden is kellett volna neki hirtelen, aztán számomra ez fura volt. Ja, értelek, oké, inkább kérdezek téged, ez tiszta. Jó, és itt 11-30-án írt nekem, szia, bocsi, minden tiszteletem a tiéd, de ami a te DC-den megy, az valami óvodánál is rosszabb, amit a gyermek barátaid letolnak, hihetetlen. Sajnálom, hogy te ennek a nagyszájú tiszteletlen csapatnak a tagja vagy, köszönöm,
az eddigi küldött módokat, ez valami emberileg vállalhatatlan, hogy ott élnek, beszélnek egymással gusztustalan, sajnos azt hittem neked több eszed van, de arra úgy, de semmivel nincs, sőt, szia, gondolkodj el, mi a fontos, család, gyerek. Itt már oktatást kaptam, arról, hogy a 10 éves srácok összeszólalkoznak egymással, ugye? És én nem vagyok ott és nem rakok rendet, vagy én is odaírok. Na, hát elsősorban a Discord szerverem, de akárki, az egy privát Discord szerver. Kiraksz egy meghívót, ha valaki bejön, és ha neki tetszik, hogy mi van ott, akkor tetszik. Ha nem tetszik, akkor távizbaktáló. De lehet távozni, gyerekek. Tehát, hogy ez az én privát Discord szerveren hogy történjen az, ami akar, vagy hogy osszak meg azt, amit akarok, ehhez egy idegen embernek, vagy éppen egy barátomnak sincsen semmi köze. Jó. Itt le is írtam. Elsősorban az időmet én osztom be, ugye ezt arra írtam, hogy a fontosság, hogy mi a fontos. Hát nem ő mondja meg nekem, akár hány éves, hogy én mit csináljak. Nem az anyám, nem az apám, senki. Második sorban szinte alig vannak live-ok, mivel a családomban vagyok. Harmadik, nem a csapatom csinálja a cirkusz, mintha nem láttál. Direkt szobát hoztam létre ezeknek a dolgoknak, mivel nincs időm nézegetni a Discordot, úsz, sőt, senkinek sem tőlünk. Én megértelek, megértek mindent, de nem az éhében legyen az, hogy kibandolok valakit, aztán visszajön 30-at attról. Láttam apánál is felmondtad útkor a moderátort, nem értem, mire számítottál a mai fiatalságtól, fotelharc és ennyi, úgy gondolom, te tudod, én miket kaptam ok nélkül taktos gyerekektől, legyen eszem, oké, csináltam erre szobát, mert máshogy nem lehet nyugta az embernek, de ha olvasol és látsz, ma is éppen leoltottam pár gyereket. Ez ilyen erről szól, ha te is csinál, látod, nincs soha vége, jönnek másik akról, mint ahogy Happánál is bent vannak moderátorok is, akiknek van, dolgoznak, család van, nem érnek rá össze szújni a dolgokat, mint ahogy te sem tudnál. De köszönöm a vényeményed, nem igazán érdekelt, mert nem tudok vele mit csinálni, inkább a Discordon nyomják, mint a live-okat tegyék tönkre. Te tudod, Miki, nekem teljesen mindegy, jó indulatból írtam csak, oké. És akkor ugye ott még írtam. Külön vagy ebben, igazad van, csak nem egy az őszintjükje, én csak jó indulatból írtam, mert bár merre megyek, azt hallom, hogy egy idősen lesüllyedsz 10 évesek szintjére, hogy túl komolyan veszed ezt az egészet, leállsz vitázni, meg fikázni mindenkit. De mondom, ez a te dolgod. Hát hogy állnak le fikázni, meg hogy állnak le vitatkozni, amikor szalasszét próbálják a családomat fikázni. Tehát milyen ebben lennék, ha a családomé nem állnak ki. Tehát egy valamiért szoktam nagyon beleszállni a vitákba a családomért, meg azért, hogyha a másiknak a családját piszkálják, tehát én azt úgy valahogy nem tudom elviselni. Hát igen, sajnos. És azt szerintem azért, hogyha valakit azért szidalmaznak, meg stb. Ez miért gyerekes? Tehát azért 30 évesen, 25 évesen, 40 évesen, akkor ez mi volt, amit te beírtál? Most akkor ez mi volt? Ilyen gyerekesség vagy? Vagy milyen rátom volt? Érted? Mert ez is egy kurva izé volt. Felvegyük, már van a mezőgép, ugye most csinálgatom, mindegy, felvegyünk erre, a mappaga még úgyis izé. Pedig van csak kész. Na mindegy, tehát, hogy így, tehát egy volt, de előtte feljebb, hogyha felmentem volna, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk meg. Tényleg itt volt nálunk, meg bejött, meg itt meg bejött itt leoltani Bazsót is, az sem volt akkor gyerekes, meg megkérdezni tőle, hogy mit képzel magáról, hogy ők beszólogattak neki, tehát az nem volt gyerekes. De amit én csinálok, az már gyerekes, természetesen. Hogy ne. Na hát ez a videó az pont azért készül, hogy ha már ekkora fasz fej vagy, meg ekkora nyomorult, akkor most megkapod rá a választ egy videó formájában. Egy-két embernek ezt sajnos el kell játszani, úgyis sok a közös nézőnk, tehát hogy akkor ha már tudod, ha már hazudozol össze-vissza, akkor megmutatjuk gyorsan itt a dolgokat. Menjünk is, de nem is kell nekünk volt, ha mire. Ugye, ide jövünk. Most itt benn vannak azok a gépek, amiket most láthattatok elkészülni. Ebből van egy pár darab béta, ugye a pótkocsi, a Schwarzmüller, akkor még a T088 nincs kész, egy-két beta van benne. Na mindegy, menjünk felfelé, ráfelé ide dolgokra.
Nézzük meg azokat a hibás, összelopott, szutykos módokat. Ugye hát ezek is mind lopottak, nézzük szépen át. Itt van szépen a lock, és akkor át lehet nézni. Ugye van a 10-25-ös, ugye ezek mind egyedi hanggal vannak szerelve. Most nem fogok indítgatni, killódni, nem az a lényeg. Megnézzük ezeket a szutykos, 10 éves gyerekek által készült hibás módokat, jó? Hogy akkor bebizonyítsuk. Ugye itt az MT Tommy Pak, ugye ez is egy olyan dolog, amit senki nem csinált még meg ebben a szájbaszott játékban, tehát ezt is lopta valahonnan Benny, gondolom, vagy loptuk az ötletet, így van, de ennek is adunk azért, tessék, itt van a lock file, hogy szop ki a picsából az összes szart, ami benne van, bazd meg, na most azt pofázhatsz meg, irkálgathatsz, itt a lock file, hülye gyerek. És akkor most mondhatod a dolgokat, most írkáljál a streamek alá, ide is írhatsz alá nagyon nyugodtan, de itt van, bazd meg, a hibás, lopott módok, a Dunántúlit is megvalósította bárki a játékba, persze, mert kitaláltuk itt a fiúkkal, kértünk képeket a Dunántúlitól, azt meg lett valósítva, tessék, itt van, azt már nem osszuk meg, vagy mi fáj, pont az ilyen faszopok miatt, amilyen te vagy, pont miattatok nincsen megosztva a mód, és pont az ilyen embereknek köszönhetik meg a hapakrossz nézők, a stb. Többi néző, hogy nincs egy szájbaszott rendes MTZ, meg nincs egy egyéb más traktor, meg munkaeszköz a játékba, hanem csak már privátban játszunk, meg privátban mutogatjuk őket, pont ezért, hogy a szívetek szakadjon meg, hogy nektek ez nincs meg, meg egyen az ideg, meg tudjatok miért fikázni, én meg tudjak miért ilyen videókat, aminek kurva a nézettsége szokott lenni, tudjak csinálni, hogy lássák az emberek azt, hogy te megszóltál engem, ok nélkül, barátom voltál, na most visszakapott kisköcsök. És most írkálhatsz, most pofázhatsz, most lehet nagy a pofád. Itt a bizonyíték, tessék. Ez is a Zetorvas is, honnan loptuk? Honnan? Tudod mi? Mi van? Mi ebből az egészből? Azt se lopott a traktorok, tudod mi? Tudod mire épült az orosz pakra? És azt se lopott, hanem egy megosztott paknak az elemei. Tudod? Itt van gyerekek, tessék. Végigmegyünk ezen a szétlopott izén. Szétlopott, lokhibás, szutykos, összes módon. De bemerném vállalni, hogy megmutatom a többit is. A 10-25-ös paknak is loophibás, arra van egy error, az biztos, de amúgy az is tökéletesen működik. De azt is a hangra írja egyébként, tehát azzal nem tudunk nagyon mit csinálni, vagyis még nem jöttek rá a fiúk, hogy jó. Tessék. Itt vannak, ezeket az MTZ-ket mutattuk be nektek, valamelyik nap megnézhettétek. Most csak azért kattingatom végig, hogy lássátok. Igen, ez az MTZ is ezzel a textúrával. Így van, meg ezekkel a kipufogó konfigokkal lopott az egész. Tessék, itt van. Ott van, tessék, az összes hang, a kerekek, a szökhíd, egyenes híd, függesztő, minden itt van, tessék. Be kell tényleg bizonyítani az embernek, be kell. Itt van ez is, nagyon imádtátok TikTokon ezt az MTZ-t, a Belinek az MTZ-jét. Ez is, tessék, minden okádgyal lopott, érted? Okkádgyal lobot. Itt van a kósarobikás MTZ. Ez is okádgya sorban az egészet. Tessék. Már csak azért is most a gyerekes, ha nem gyerekes, ha faszopó leszek, meg geci leszek, meg pofáztok, leszarom. Azért is megmutatom. Tessék. Meg ennek még okádgya neve is. A Caterpillar ugye hangcserés volt. Itt van. Jó, ez is egy osztott mód volt, de kicseréltük benne a hangot, hogy nekik más legyen. Azt nem nézzük, mert a dominátor 106-os. Ez is. Na, ebbe van. Error. Valamilyen joint cutter. Ez dobálja. Na, itt van. Ebbe van. Na, ez tényleg ebbe van. Na, jöhet a ZMT Tomis dominátor. Tessék. Ebbe sincsen. Ugye a T88 az még nincs kész, de azt hiszem, hogy az is lop tiszta, így van. De még nem jó amúgy, egyébként itt van a tárcsa. Ez is lop tiszta. Akkor itt van a fotós, ugye, ebben még ben vannak a motorkonfigok.
De még ez is attól függetlenül jó, még nem lett kivéve belőle, mert ez még betával van, ugye majd ki lesz véve a motorkonfig, ugye itt van a Bazsónak az MTZ-re, ebbe biztos lesz, vagy ebbe így van, a loopra ott van, Turbo Sound, E-loop, ez valamiért loopolja, a loop az valamiért dobálja a záror, de hát ezt, állunk, ezt nem tudjuk megoldani. Nem mindegyik loopra, de valamelyikre nyomja. Itt van a Tomiéra is, lesz biztos. Ugye ezek az MTZ pakból vannak, már most edéport nincs. A kisfiam is őket, ugye ezek Testport kocsik, a Schwarzmüller, akkor itt az MT Tomi, ez is gondolom, hogy dobálja nekem az errort, hát nem. Na, hát, úgyhogy ott már remélhetőleg, ott van egy warning van benne, amit nem tudod mire ír. Na, ennyi az egész hiba. Mi a kisfiam, jó reggelt! Híja! Szia, életem! Megjöttél? Szia! Mindjárt apa végez ezzel a kis videóval, mert a csúnya bácsi be akarta oltani, csak most apa bebizonyítja, hogy nem lehet. Jó? És akkor jön apa. Igen, itt a reggel, felkelt a kisfiam is, úgyhogy megyünk hozzá. Közben gyorsan szaladunk egy kört, hogy milyen lesz a... Na, mondom, szaladunk egy kört. Közben megmutatom nektek. Igen, rakjuk, hogy... Na hát, itt már a tehén telep ugye az készen van, az ez lesz, ugye maradtak itt elég sok minden, hogy jó legyen a dolog. Most miért nincs kedvednek szaladni amúgy? Veszünk gyorsan traktort, ne megyünk, kerülünk egyet, megmutatom nektek a spant is. Jó, ott van. Igen, a hangok is lopottak, minden lopott. Már ugye elkezdtem fásítani. Ugye lesz majd egy... Adja kicsit! Ugye lesz majd itt egy új falu. Ahogy láthatjátok, kicserélgettem a házakat, de hát még csak itt tartották, most húzom újra. Még a templom is ott van a levegőben, de nem lesz benne templom. Itt lesz egy átfevő pont, ugye. Ja, hogy a izére van állítva, nézem, hogy miért nem jó a dolog. Miért nem szalad a karakterem, most már rájöttem közben. Úgyhogy ilyen házak lesznek, azokat is kicserélgettem. Ugye kapott egy új szárítót. Itt majd épülnek meg a dolgok. Ja, ez a kő, ez csak ide van rakva, ez még ide megy el. Ugye közben ez nekem kivagyva, fenn van editorba. Tehát majd a falu így fog kinézni. Ugye nem nagyon akarok eltérni az eredeti sisát a magától, attól, amilyen volt ez a map. Tehát elméletileg, amit áthoztak ide, az egy nyers változata volt. Elméletileg jól működik a dolog. Ez volt az eredeti. Szóval megpróbálom megtartani. Ugye hát itt is kapott egy-két dolgot. Ugye itt is utakat. Meg majd Mapszél, az ugye itt lesz. Ugye megmutatom nektek. Hogy ez a fajta lebutított fasor lesz itt bent. Ezt a papírokat meg ki fogom szedni. Ez a lebutított fasorral fogtok a szélen, Mapszélen lenni, ugye? Úgyhogy elég jól fog nézni a map, nagyon tetszik, van benne egy alapvető shader. Vagyis a színek el vannak, vagy a színek vannak lehúzva, nem tudom, hogy hogy van megcsinálva, nem is annyira néztem, megmondom az őszintén, még nem másztam bele. Igen, ugye ez a földút lesz, ugye a környezet az ilyen lesz, szóval hát ezt is úgy loptam össze, amúgy tényleg,
a házakat, mindent, az utat, mindent, mindent. Mondjuk az út az izé, azzal volt egy kis problém, de megoldottam, mert ez egy hegyes mamból lett kiszedve. Úgyhogy azért ilyen helyeken azért elég sötét a nap, mondjuk azért, mert ott van fönt a nagy templom, a levegőbe fel van húzgálva. Illetve szedtem ki belőle a villanyoszlopokat, mert a sok volt benne, azt egy sort kiszedtem, mert fölöslegesnek tartottam, úgyhogy majd így lesz. Szeretném a húsvétra megcsinálni, mindjárt megyek kisfiam egy pillanat. Na, visszatérve a dolgokra, ennyit szerettem volna, szóval töltöm fel ezt a videót, délután meg tudjátok nézni, és ez a válasz videó a nagyon hibás szar szütykös módjaikra, és nagyon-nagyon szépen köszönöm tisztelt, hogy ilyen egy okádék ember voltál velem, ezért vissza is válaszoltam neked. Green Christian veled vagyok, imádlak, dobok egy szívecskét, így nem látod. És tudod, mit kap? A faszt itt van. Most megmutattuk, már csak azért is megmutattam, hogy milyen az, amikor nem igaz az, amit írsz. Nem tudom, mivel érdemeltem ezt ki, de most azért rátromfoltam. Lehetek én gyerekes, lehetek én akármilyen kutya, most azért ezt nem fogom szórékül hagyni. Na, sziasztok, srácok! Nem kell, mert kis jó, halljátok, akcióban van.